Szeretettel üdvözlünk mindenkit a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Karának ebben a rövid kis beszélgetős sorozatában. A sorozatnak a célja igazából az, hogy pár alapszakunkat egy picit jobban bemutassuk nektek. Az előző videóban a magyar szakosokkal beszélgettem, most itt ebben a videóban a germanisztika alapszakot fogják képviselni a lányok. Egyikük Laci Vivian, aki mesterképzéses fordító és tolmács szakirányon, a másikuk pedig Májár Mirtil, aki most első éves a germanisztikán, szóval még elég frissen kezdte az egyetemet, frissen tud beszámolni az első tapasztalatairól. Sziasztok! És akkor az első kérdésem, és ezt a magyar szakosoknak is feltettem, hogy mi az az első dolog, ami eszetekbe jut, hogyha a germanisztika szakra gondoltok. Vivi? Hát nekem, ami legelőször eszembe jut, ha meghallom azt a szót, hogy germanisztika, akkor nekem igazából minden, ami a német nyelvvel szoros összefüggésben van, tehát a német irodalom, a média, a német kultúra, emellett még kiemelném a jó légkört is, ami a közösségünkben uralkodik. Egyébként nekem is teljesen hasonlóak. Nekem is a német nyelvnek a szeretete, a Németország szeretete, illetve a kultúra. És egyébként még azt emelném ki, hogy ezen a szakon ugye nem vagyunk túl sokan, tehát nagyon családias a légkör, és szerintem ez is egy pluszpont. Itt a germanisztikán egyébként milyen fő tárgyakat tanultok? Minden német nyelven folyik-e, hogyan kell ezt elképzelni, és mik a kedvencek, mit emelnétek ki esetleg akár a téma miatt, vagy az oktató miatt? Vivi? Nagyon sokféle tárgyat tanultunk igazából, kezdve az irodalomtól, a kultúra, a média, tudomány, sok beszédgyakorlat óránk volt, és ezeket általában mind német nyelven. Emellett voltak még prezentációs technikák és kutatási módszerek című óránk is, ez is németül folyt. Illetve ami még egy nagyon hasznos óra volt, az a Diplomanden Seminar nevet viseli, ami egy ilyen szakdolgozatra felkészítő óra volt, ami nagyon hasznos volt, mert tényleg nagyon sok segítséget kaptunk, például, hogy kell lábjegyzetet készíteni, szerintem nagyon hasznosak voltak. És hát nekem az egyik kedvenc tárgyam azok az irodalom órák voltak, a német irodalom órák. Én már középiskolában is szerettem az irodalmat, és hát igazából itt a germanisztikán is nagyon izgalmas és érdekes volt a német irodalom alakjait megismerni, és a tanárok is igazából órákon arra törekedtek, hogy minél érdekesebbé tegyék azokat, és rávezettek minket a megértésre, de persze magyaráztak is, és szerintem ez nagyon érdekes és szuper volt így. Nekem az egyik személyes kedvencem ezek a beszédgyakorlat órák voltak, nagyon aktív volt mindenki. Vannak még német nyelvű oktatók is, tehát akik tényleg nem tudnak magyarul, és még én azokat az órákat élveztem mindig a legjobban, mert ott tényleg rá van kényszerítve az ember, hogy valahogy tényleg elmagyarázza, amit éppen mondani akar, és a tanár máshogy nem érti meg, úgyhogy én ezeket szerettem a legjobban. Igen, és szerintem itt fontos kiemelni, amit Vivi is elmondott, hogy itt nem a nyelvre koncentrálnak főként, persze a nyelvoktatás is egy nagyon fontos része ennek a szaknak, hanem itt valóban az ember annak a nyelvnek a kultúráját is megtanulja, ahogy említették a lányok is, tehát az irodalom, a média, a művészet, ezek mind előkerülnek, tehát hogyha mondjuk germanisztika szakra mentek, akkor a német nyelvű területeknek ezeket a részeit is megismerhetitek. Mi a fő célotok? Merre tudtok ezzel tovább menni? És esetleg van-e már most olyan dolog, amit így a tanulmányok mellett folytattok? A német nyelvű üzleti kommunikációt szeretném majd felvenni. Pontosan, hogy hol szeretnék majd elhelyezkedni, ez így még konkrétan nem alakult ki a fejemben, de én nekem egy nagy álmom, hogy egy multinacionális cégnél dolgozzak majd. Az, hogy még milyen pozícióban, azt még nem tudom, de rendkívül szeretek emberekkel együtt dolgozni és emberekkel együtt lenni, illetve a kommunikáció is egy fontos szerepet játszik az életemben, úgyhogy valamilyen ilyen területen szeretnék majd elhelyezkedni. Azt hallottam, hogy a Szegeden a Deutsche Telekomnál sokan dolgoznak így a szakról. Így van, ahogy Mirtil is említette, a Germán Filológiai Intézet nagyon sok céggel van összekötetésben, ahol a diákok az egyetem mellett dolgozhatnak, ilyen például a Deutsche Telekom, vagy az ITS, az IT Services Hungary, de emellett még nyelvfejlesztés érdekében például mentorprogramban is részt lehet venni, ahol külföldi diákokat lehet mentorálni, segíteni neki beilleszkedni, és emellett tudja a nyelvtudásunkat fejleszteni. Hogy mi szeretnék lenni igazából, vagy tolmács, vagy fordító szeretnék lenni, de hát a tolmácsolás az egy picit jobban vonz, de fordítani is nagyon szeretek.
Igen, és akkor kapcsolódnék ehhez én is, amit a lányok elmondtak, hogy ha érdeklődtök valamelyik szak iránt, akkor érdemes annak utána nézni, hogy esetleg maga az intézet vagy tanszék az kapcsolatban áll-e partnerekkel, mint ahogy itt Vivi is mondta a germanisztika kapcsán, mert hát ez egy nagyon jó lehetőség lehet, hogy igazából a tanulmányotok mellett már akár munkába álljatok, gyakornokok lehessetek, akár pénzt keressetek, és hát ugye mindenek előtt tapasztalatot szerezhessetek. És akkor az utolsó kérdésem, lányok, hozzátok az, hogy mit javasolnátok, vagy mit tanácsolnátok azoknak, akik eddig csak gondolkoztak még a germanisztikán, mert mondjuk szeretik a németet, de nem biztosak abban, hogy hova is fut ki ez a dolog, vagy esetleg más iránt is érdeklődnek. Vivi? Szerintem, aki a német nyelvvel szeretne széleskörűen foglalkozni, a nyelvtudását fejleszteni, akit érdekel a német irodalom, a német kultúra, esetleg érdeklődik az üzleti kommunikáció vagy a tolmácsolás iránt, és egy összetartó közösség tagja szeretne lenni, ahol a tanárok segítik és motiválják a diákokat, akkor azoknak szerintem a germanisztika a legmegfelelőbb, és emellett a germanisztika kapukat nyithat meg más szakok felé, mint például a tolmács és fordító mesterképzés, illetve a német nyelv és kultúra mesterképzés. Igen, én is ezt tudnám mondani, hogyha tényleg szeretitek a német nyelvet, akkor egy rendkívül jó döntés, illetve tényleg a nyelv az mostanában már minden munkaterületen nagyon fontos és rendkívül hasznos, hogyha tudjátok fejleszteni a nyelvtudásotokat, és tényleg olyan tanárokkal dolgozhattok együtt, akik rendkívül mellettetek állnak és segítenek mindenben, és tényleg nagyon magas szintre fel tudjátok fejleszteni a nyelvtudásotokat, úgyhogy én is csak ajánlani tudom, és biztos vagyok benne, hogy nem fogjátok megbánni. Fontos elmondani, hogy sok cégnél ma már hát úgy tapasztaljuk, hogy nem is inkább a szakmai tudást, mint sem, tehát magát a nyelvtudást értékelik. Ha az ember rugalmas és nagyon jól tud egy adott nyelvet, az egy nagyon jó belépő lehet. Köszönöm szépen, lányok, a választaitokat, és akkor germanisztikával kapcsolatban is elmondanék pár hasznos információt. Egyrészt azt, hogy ugye a felvételihez német vagy német nemzetiségi nyelvi, vagy pedig német nemzetiségi nyelv és irodalom érettségit kell tennetek, ugye emelt szinten, illetve hogy a tavalyi ponthatár az 280 pont volt az államilag támogatott képzésben, tehát körülbelül most is erre kell számítani, ezt majd figyeljétek ugye a felvi.hu oldalán. A kapcsolódó aloldalt, a felvi .hu-ról azt most is belinkeljük majd a leírásba, illetve a BTK honlapját is, és a Germanisztika Intézetnek a saját weboldalát is. Kövessétek őket is nyugodtan Facebookon, illetve a BTK-nak a Facebook oldalát is. Általában ott szoktunk minden hasznos információt és friss információt megosztani. Köszönöm szépen, lányok, hogy itt voltatok, és köszönjük szépen a hallgatóknak is, hogy itt voltak. Reméljük, hogy ezzel a videóval is sikerült egy pici támpontot adni azoknak, akik esetleg eddig még gondolkodtak a germanisztikán. Köszönöm, lányok! Sziasztok!